A 13. havi nyugdíj vállalhatatlan, erről Márki-Zay Péter beszélt egy videóban. Szerinte a kormányzat intézkedése, amivel a nyugdíjasokat segíti, ugyanannyira irreális, mint például a rezsicsökkentés. Már a baloldal is látja, hogy a közös miniszterelnök jelölt vállalhatatlan nyilatkozatokat tesz, így reagált a Nézőpont intézet elemzője. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap arról beszélt, a kormánypártok tervei között fel sem merülhet például a 13. havi nyugdíj megszüntetése. Na, a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás. Egyre kínosabb felvételek látnak napvilágot a baloldal közös miniszterelnök jelöltjéről. Márki-Zay Péter többször támadta például a rezsicsökkentést és a minimálbért is. Ráadásul sértegette azokat is, akik támogatják a kormány politikáját. Ez olyan, mint a migráció. Ezzel meg lehet nyerni egy választást addig, amíg az embereket sötétben tartjuk, és tárgyával letetjük. Egy kerekasztal beszélgetésen ezt azzal is megtoldotta, hogy neki ment a 13. havi nyugdíjnak. Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Tehát tudjuk azt, hogy az előző kormány éppen abba bukott bele részben, hogy megszüntette mondjuk a 13. havi nyugdíjat. Márki-Zay Péter a 13. havi nyugdíjat egyenesen veszélyes intézkedésnek nevezte. Tehát ezeket rendkívül veszélyes. Én már sok mindent láttam ebben a szakmában, ilyet még nem. Orbán Viktor miniszterelnök kedden így reagált a rezsicsökkentést bíráló és a 13. havi nyugdíj elvételét célzó baloldali nyilatkozatokra. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormánypártok tervei között ilyen lehetőség fel sem merülhet. De azt gondolom, hogy a kormányzás arról szól, hogy jót tegyünk az emberekkel. De az, hogy elvegyük a minimálbért, meg üljenek kisebb autó, meg mosakodjanak kevesebbek, ezeket én nem tudom, az én koordinátorrendszeremben ez nincs. Tehát ez a bolygó nincsen. A rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat is úgy állította be a költségvetésbe a kormány, hogy a jóléti intézkedésekre legyen kellő fedezet. Így reagált Márki-Zay Péter nyilatkozataira a Nézőpont intézet elemzője. Rotyis Bálint szerint már a baloldal is látja, hogy a közös miniszterelnök jelölt butaságokat mond, ezért igyekeznek távol tartani magukat a nyilatkozataitól. Mindenki megpróbál Márki-Zay Pétertől 2-3 méteres távolságot tartani, tehát nem látjuk azt, hogy az előválasztás az bármit is megoldott volna a baloldalon, sőt, talán több konfliktus, több ellentét van, mint eddig bármikor, és ezt azért maguk a szavazók is érzékelik, hogy nagyon nagy bajok vannak a baloldalon. A 13. havi juttatást az idősek februárban fogják megkapni. A nyugdíjra jogosultak körét a kormány kiterjesztette, így 150 ezerrel többen részesülnek majd a plusz egy havi juttatásban, mint a baloldali kormányok idején. Az erről szóló rendeletet a miniszterelnök már aláírta.